Milyen iskolatáskát válasszak? Online iskolelőkészítő Zsófi néni vagyok, és ha érdekel, hogy szakemberként milyen tanszereket tudok neked ajánlani, akkor mindenképpen kövess be! Az első videómban az iskolatáskák lesznek terítéken. Tanítói és édesanyai tapasztalataim alapján négy táska maradt fenn a rostán. A Topgál, az Árszúna, a Belmil és a Budmil. Fontos, hogy mielőtt megvásárolod az iskolatáskát, kérdezd meg a tanítónénit. Fontos az is, hogy napközi otthonos, tehát bentanulós vagy hazajárós iskolába fog járni gyermeked. Ezeket a szempontokat kell figyelembe venned. Legyen kényelmes és ergonomikus kialakítású. Legyen szabályozható a válpántja, mert úgyis te fogod hazacipelni. Legyen rajta fényvisszaverő felület, mert télen sötétben fogtok hazaérni. Legyen praktikus, többrekeszes. Semmiképp ne legyen mesemintás. Negyedikben lehet, hogy már ciki lesz a mini egér. Könnyű legyen. Mereffalú vagy klasszikus iskolatáska. Te láttál már olyan harmadikost, aki még mereffalú iskolatáskát hord? Hát én sem. Ha több évre veszel iskolatáskát, semmiképpen ne vegyél mereffalút. Ha mégis mereffalút veszel, első osztály évvégén lecserélheted. És lássuk be, nem olcsó mulatság ez mivel iszonyatosan drágák manapság az iskolatáskák, érdemes négy évre előre gondolkodni. És igen, létezik tökéletes iskolatáska. Évi két mosással még negyedik osztály végén is újnak tűnik. További iskolakezdési tippekért kövess be!